Az elmúlt években karácsony közelettével az Aqua SE mindig akciót indított, melynek során adományokat gyűjtöttek rászorulók számára, idén sincs ez másképp. A Tutor Alapítvány munkáját szeretnék segíteni, ezért december 10-ig a Városi Sportuszoda bejáratánál kihelyezett asztalnál várják a felajánlásokat. Mindenképpen szeretnénk, hogyha azok is, akik nincsenek olyan anyagi, illetve társadalmi helyzetben, hogy érezzék azt, hogy ilyenkor is gondolnak rájuk, illetve itt az Aqua Sport Egyesületnél fontosnak érezzük a közösségépítést, és hát lehet, hogy közülük is tagjaink fognak később kikerülni, remek sportolók válhatnak majd belőlük. Elsősorban tartós élelmiszereket, tisztálkodó szereket és bébi játékokat várnak. Ezzel egy időben a klub közösségi oldalán egy licitet indítottak, melynek során azt a plakátot lehet megvásárolni, melyet az UVS-e és a Szolnok férfi vízilabda együtteseinek tagjai írtak alá, de kézjegyével látta el Fodor Rajmund olimpiai bajnok is. Itt hozzászólásban lehet licitálni, és a teljes összeget a Tutor Alapítvány kapja. A Városi Sportuszodában idén sporttörténelmet írtak azzal, hogy először rendeztek OB1-es férfi mérkőzést, melyet a tervek szerint még több hasonló követ majd, de szeretnék a női vagy a férfi válogatottat is lecsábítani. A bajnoki meccs kapcsán nagyon pozitívak voltak a visszajelzések, így jövőre is várható hasonló. Egészen fantasztikus az ország összes uszodájában, amerre jártunk, mindenhol visszahallottuk, hogy ilyen mérkőzés volt Nyíregyházán. Szerintem remekül sikerült, a közönség nagyon jól szórakozott, és hát megmutattuk, hogy a nyíregyházi uszodában lehet ilyen színvonalú mérkőzéseket rendezni. Reméljük, hogy előbb-utóbb a nyíregyházi érdekeltséggel is fogunk tudni hasonló módon mérkőzéseket rendezni. Hát mi azért dolgozunk. Az Aqua SE utánpótlás együttesei számára sűrű lesz az év vége, még december 22-én is mérkőzést játszanak a fiatalok, a gyerekkorosztály és a lányok is nagyon jól szerepelnek az idei szezonban.